A jamaikai Tony N. Singh győzött a Miss World nemzetközi szépségversenyen, amelyet a londoni Excel központban rendeztek meg szombaton. A győztest a verseny után arról is kérdezték, hogy fér össze a szépségverseny szellemisége a feminista, illetve a nőket ért zaklatások ellen küzdő mozgalmakkal. Szerintem minden nő lehet olyan, amilyen lenni akar, és hiszek abban, hogyha olyan típusú, aki élvezi, hogy gyönyörű ruhákba bújhat, amikben kifutóra megy, hogy népszerűsítsen valamit a hazájából, akkor tegye, ha nem, az is teljesen rendben van, mondta az idei világszépe. A korábban a legszebb jamaikainak megválasztott 23 éves hölgy a múltban énekes nőként is karriert futott be, jelenleg végzős pszichológia hallgató a Floridai Egyetemen. Ő a negyedik a Szigetországból, aki kiérdemelte a Miss World címet.